8 csapat, 8 játék, 8. Saktiviti. A Vajdaságban utolsó alkalommal megrendezett játékos sakvetélkedőt idén is a Majsai úti általános iskolában rendezték meg. A verseny Szalma Andrea bemelegítő showjával kezdődött. Majd a Szabadkáról, Palicsról, Magyarkanizsáról, Tornyosról, Hajdújárásról, Ludasról, Kelebiáról és Csantavérről érkező 6-tagú csapatok mérték össze tudásukat és ügyességüket. Minden csapatot vajdasági sztárkapitányok vezettek. A Saktiviti játék számai saktudást igénylő, ügyességi, gyorsasági, logikai játékok, amelyek a sakszabályaira épülnek. A megmérettetésen a házigazda csapata győzedelmeskedett 161 ponttal. Nagyon örülök, hogy nyertünk, és nekem legjobban a popsakrok tetszett. A szabadkai csapat elsődleges célja a szórakozás volt, azonban nagyon jól sikerültek a fordulóik. Például jól szerepeltek az Associativity játékszámban, és az elvarázsolt popsakrokban jokerrel játszottak. Így sok pontot zsebelhettek be, ami hozzásegítette Bognár Bence asztalteniszező csapatát a győzelemhez. Szerintem mi ott nyertük meg, amikor az utolsó előtti játékot dupláztuk, ugyanis itt nagyon sok pontot sikerült szereznünk, és szerintem jól ismertük a zenéket, úgyhogy ez hozzásegített a győzelemhez. A rendezvényt hagyományosan a Világ Sakk Fesztivál keretében rendezték meg. A Saktiviti főszervezője és a játék szellemi atya Rózsa Zsombor elmondta, lezárult a rendezvény első 8 éves ciklusa. Valószínűleg, mivel van egy meghívás Polgár Judit részéről, akkor a Világ Sakk Fesztivál központi eseményének részeként lehet, hogy tovább él. De azt is látjuk, hogy külföldről, Chile, Izrael, Azerbajdzsánból folyamatosan nagy az érdeklődés, lehet, hogy más országokban is előbukkan. Az utolsó vajdasági Saktiviti második helyezettje a magyar kanizsai csapat lett, akiknek sztárkapitánya a birkózó világbajnok Nagy Sebastian volt. A játékos sakvetélkedőn átadták a Polgár Judit által létrehozott sakk nagyköveti címeket Rózsa Zsombor főszervezőnek, a játék szellemi atyának, László Edit társszervezőnek és Agárdi Gábor műsorvezetőnek.